Aki Dénest hallotta vagy ismeri, azt tudja, hogy a gyümölcsfáknak a szerelmese, és szabad idejében minden energiáját és tudását a tájfajta gyümölcsfák fenntartásának, szaporításának és gondozásának szenteli. Jelenleg Arad megyében él, és szívesen várja az előadás után a kérdéseket, érdeklődő hozzászólásokat. Dénes, szeretném megkérdezni, hogy először is tisztázzuk le, mert én se tudtam régen, és valószínűleg jelenlévők közül is nem tudják, hogy mi a tájfajta és a helyi fajta között a különbség. Igen, hát nagyon sokféle, köszöntök mindenkit, nagyon sokféle csoportosítási szempont létezik nyilván mindenben, így a gyümölcsfajták besorolásába is. Hát megkülönböztetünk ugye régi fajtákat, új fajtákat, ehhez közel áll ugye a történelmi fajtáknak a megkülönböztetése, aztán ipari fajtákat, árufajtákat, világfajtákat, helyi fajtákat, tehát ez egy elég bonyolult rendszer, és egy ideig ugye nekem nem is volt ez túl érdekes kérdés, mert hát ismertem meg sorba szépen a gyümölcsfajtákat, amit az öregek nekem megmutattak, meg amiket találtam a határba elhagyott gyümölcsösökbe, szórvágygyümölcsösökbe. Egy idő után persze én is éreztem az igényét annak, hogy hát azért valamennyire rendszerezni kell ezeket, és tisztán kell látni ezt a csoportosítást. És hát így jut el az ember a helyi fajták és a tájfajták fogalmához. Na most ez a két fogalom, ez a két csoport két szempontrendszer szerint született meg. A tájfajtának a legfontosabb kritériuma az, hogy maga a fajta, a gyümölcsfajta, az egy megadott, jól lehatárolható tájegységen belül alakult ki, született meg. Ez a legfontosabb a tájfajtával kapcsolatban. Na most a helyi fajtának pedig az a lényege, hogy ide eredet szerint bármilyen származású, bárhol létrejött fajta beletartozik, ha az adott helyen, az adott vidéken, kistájba, körzetbe, térségbe az a fajta bevált, tehát egy több évtizedes termesztési tapasztalat után is megmaradt, bevonták a termesztésbe, és valamennyire részben a helyi piacokon való értékesítésbe is bekapcsolódott a helyi fajta, ami eredete szerint lehet egy világfajta, lehet egy tájfajta is, ami éppen azon a adott térségben alakult ki, és mindenféle. A lényeg az, hogy az abba a körzetbe, abba a helybe, abba a közösségbe ez egy meghonosodott, bevált és jól termeszhető fajta. Ennyi a helyi fajta fogalma. Semmi mágikus dolog nincsen. A tájfajta, ott pedig a keletkezésnek a helye fontos, hogy az adott tájba kell, hogy keletkezzen a fajta. Ott keletkezett, és ott él tovább. Ott keletkezett, ott él tovább, és aztán nyilván annak van egy saját története, egy saját útja, elindulhat aztán más tájakba, sőt, meghódíthatja az egész világot, akár egy tájfajta. Tehát, hogyha hagyományőrzés szempontjából nézzük, akkor egy tájfajta az egy érték. Így van, én azt hiszem, hogy a tájfajta azért egy minőségibb kategória, úgy nézzük. De mind a kettő fogalom nagyon, nagyon fontos, kicsit mást fednek le. Ellenállóságba, betegségekbe van-e különbség egy tájfajta és egy helyi fajta? Vagy esetleg egy bárhonnan behozott másfajta növény, akár gyümölcsfa Igen. esetében is? Igen, hát általánosságban, ha beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy a tájfajták ellenállóságukat tekintve kiemelkedők. Főleg azon a tájegységen belül, ahol megszülettek. Ha ezeket kiragadjuk onnan és elviszik egy teljesen más adottságú területre, egy más éghajlatú vidékre, akkor már egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a kedvező tulajdonságokat megőrzi, illetve mutatja a fajta. De abban a tájban egészen biztosan, ahol kialakult. A keletkezésének helyén, így van, ahol az a növény létrejött, igen. Nevelkedett és él, ott ellenáll bizonyos fajta, vagy akár minden fajta? Akár minden fajta. Így van, így van. Nem feltétlenül jelent ez teljes mértékű rezisztenciát, hanem ez körülbelül annyit jelent, hogy együtt tud élni azzal a kártevővel, vagy azzal a betegséggel, annak ellenére, hogy sokszor a tünetek megjelennek rajta, vagy maga a kártevő kárt is okoz, ennek ellenére
komoly mennyiségű és feldolgozható és értékes gyümölcstömeget produkál. Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, a legritkább esetben jelenti azt, hogy nincs kártevő a fán, hogy nem látunk tüneteket a levélen. Ez egy nagyon ritka eset, ilyenre is lehet példát mondani, de általában arról van szó, hogy nagyon jól és nagyon eredményesen teremnek ezek a fák, azzal együtt, hogy ezek a kártevők ott vannak a környezetükben, és ennek magát ellenére, a fát is károsítják, így van, ennek ellenére remekül bevált fajtákról van szó. Hát akkor ilyeneket kellene termeszteni. Hát igen, én is így gondolom. Ezek szerint az lenne még a kérdésem, hogy ezek a tájfajta fák akkor nem is igényelnek egyáltalán semmilyen védelmet? Akár vegyi, akár növényvédelmet? Növényvédelmet, igen. Hát ezt így nem mondhatjuk. Fiatal korban mindenképpen úgymond intenzív védelembe kell, hogy részesüljenek, ami lehet egy vegyszeres növényvédelem is, vagy biomódszerekkel, bioszerekkel történő védekezés. A lényeg, hogy fiatal korban nem lehet magára hagyni ezeket a fajtákat, mert ugyanaz a kártevő, ami már egy kifejlett középkorú fát nem veszélyeztet, ugyanaz a kártevő egy suhángot, ahol egyetlen hajtás van, még képes visszavetni a fejlődésben, vagy esetleg el is pusztítani. Tehát főleg addig, amíg ezek a fák nem fordulnak termőre, még kicsik, alacsonyak, addig védeni kell őket, kártevőkkel szemben is, hogy egy nagyon jó érzékelhető példát mondjak, tehát nyulak, őzek, emlős állatok ellen, ezeket ugyanolyan intenzíven kell védeni, mint bármilyen gyümölcsfát, mert hát ez ellen még nem tudja. Igen. Ő más betegségek ellen. Kevésbé érzékenyek összehasonlítva mondjuk a árufajtákkal, vagy a legtöbb világfajtával. Tehát ez a ellenálló képesség, ez a rezisztencia, ez inkább a már termőre forduló, illetve nagyobb, idősebb, illetve néhány éves fákra vonatkozik. Én körülbelül 6 éve foglalkozok intenzívebben gyümölcsfajtákkal, és előtte is ismertem néhány fajtát, nyilvánvalóan, mint ahogy mindenki, de ahogy egyre inkább beleásom magam, egyre többször látom településeken belül az utcákon, hogy úgymond különleges vagy régi fajták ott vannak, és remekül érzik magukat, teremnek. Tehát tényleg ott vannak ezek körülöttünk mindenhol ezek a fajták, nem mindenhol sajnos, de mondjuk kertvárosi jellegű településeken, falvakban azt lehet mondani, hogy itt Békés megyében, a Dél-Alföldön mindenhol ott vannak ezek. És az emberek tudják, hogy azok milyen gyümölcsfák, hogy azok tájfajták? Hát én azt látom, én úgy látom, hogy az idősebb nemzedék tudja, és tudatában van a fajta értékének. Nagyon, nagyon tisztán és világosan látják az értékét a fajtának, ismerik is a fajtát, tudják a szaporítás módját, a teljes technológiát, úgymond, amit az a fajta igényel, ismerik. De még ez a tudás fönt van. Igen, illetve ez tájegységenként nagyon különböző, azt kell, hogy mondjam, ahogy több helyen mozgok, főleg az Alföldön, azt látom, hogy vannak vidékek, ahol már ez is kiveszett, tehát már a idősebb felnőtt generáció se tudja ezeket, de mondjuk általában ezt tudják az idősebbek, és tehát a most középkorú gyerekeket nevelő generáció már nem, vagy ott még van érdeklődés, de már tudás nincs, és hát a fiatalok abszolút nem tudnak ezekről. Hogyan lehetne ezen változtatni? Mert ezek szerint ez egy akár nemzeti kincsünk is, a tájfajta gyümölcsfa. Igen. Ez a tudás, ami köré csoportosul. Igen. Tehát azon kívül, hogy most itt vagyunk, és érdeklődnek az előadás iránt. Tehát van-e olyan terv, vagy olyan lehetőség, ahol esetleg a fiatalok is ezt megtanulhatnák, vagy egyáltalán tudomást szerezhetnének erről, hogy ez van? Igen, ez itt két része. Bontanám a válaszomat, hogy egyrészt azt figyelem meg, hogy ahogy ez a fiatal generáció belép a felnőtt korba, akkor elkezd érdeklődni ez iránt. Tehát ez magától egy természetes úton is kialakul, ez a tudás átadása. És ahogy aztán idősödnek ezek a felnőtt emberek, egyre inkább látom, hogy szükségét érzik annak, hogy legyen otthon gyümölcsfa, hogy azt mindig kevesebbet kelljen vegyszerrel permetezni, és akkor az idősebbektől sokan ezt megtanulják.
Tehát eljön egy idő, amikor sok ember érdeklődni kezd ez iránt, és ez így továbbadódik. Ez az egyik oldal. Mi az, ami miatt te ilyen intenzíven érdeklődsz a tájfajta gyümölcsfák iránt? Tehát mi vezetett erre az útra téged? Ökológusként számtalan terület iránt érdeklődhetnél, és miért pont ez, amit kiválasztottál? Hát ez nincs olyan, nem áll olyan távol az ökológiától, mert én, mikor először találkoztam ilyen régi fajta és ellenálló érdekesebb fajtákkal, akkor ezek teljesen műveletlen körülmények között voltak. Olyannyira, hogy tényleg egy ártéri erdő belsejében, ahol embert nem jár, csak természetvédők, meg biológusok mozognak, és azt láttam egyszer egy ilyen munka közben, hogy ott remek és hatalmas finom körték teremnek, és ahol én akkor laktam, ott az udvaron pedig voltak úgynevezett kommerszfajták, amiket én metszettem, meg hébe-hóba permeteztem, és nagyon nehezen tudtam termést kicsikarni ezekből a fajtákból, és akkor láttam élesen ezt a kontrasztot. És utána jártam, hogy mi az a fajta, amit én megtaláltam az erdőben. Igen, ez pont a kíferkörte volt. Igen. És akkor próbáltam én is beszerezni, hogy ilyet kell, hogy ültessek én a családomnak, hogy legyen körte, mert én úgy látom, hogy nagyon sokan szeretik a körtét, de keveset esznek belőle. És ennek az oka, mert hogy nincsen otthon, vagy a házi kertbe, az áruházba drága, és rossz ízű sokszor, így csalódik az ember kimondotta. És akkor én döntöttem, hogy veszek ilyen kíferkörtét, és nem kaptam, mert mindenhol azt mondták, hogy ilyen nincs, és aki tudta is, hogy mi ez, az a faiskolás, az is azt mondta, hogy hát ő tudja, hogy mi ez a kíferkörté, és milyen fajta, de ő ezt nem árulhatja, mert ez tilos. Mi az, hogy tilos? Tiltja, tehát jogszabályok tiltják, nem pont a kíferkörtének a forgalmazását, illetve a szaporítását, hanem egy úgynevezett nemzeti fajta jegyzék van, amit minden évben kiadnak. És ebben is benne a kífer. És ebbe éppen nincs benne a kíferkörte, emiatt tilos a szaporítása, tehát a faiskolások nem szaporítják ezt a fajtát, mint ahogy a többi tájfajtát sem, és ezért nem tudtam beszerezni. Na és akkor innentől vált így személyesen nekem egy nagyon izgalmas és érdekes kaland ez az egész. Kihívása, hogy te jó ég, hát hogy lehet, hogy egy gyümölcsfajta szaporítását tiltják. Én ezt nem is hittem el, nem akartam elhinni, és aztán később elhittem. Hát azóta van egy kicsi föllazulás ezen a téren, és nagyon sok kezdeményezés van most Európában és Magyarországon is, hogy engedjék ezeket a fajtákat forgalomba, hogy lehessen őket szaporítani, és a csemetekertekben meg lehessen őket vásárolni, de még ezek a kezdeményezések még nem hoztak áttörést, tehát ezeket a fajtákat úgymond faiskolában sajnos még mindig nem lehet megvásárolni. Hát, én is szaporítom őket, de azért sokan az országban. Vannak rajtad kívül elhivatott emberek, akik ezt hivatásnak tekintik. Igen, és ezzel foglalkoznak. Így van. Tehát akkor fel kell keresni. Tehát szinte minden tájegységben már vannak olyan személyek, faiskolások sokszor, akik foglalkoznak ezekkel a fajtákkal, szaporítják őket, hogy oldják meg a... Tehát az, hogy ne okozzon ez problémákat a kertészetükbe, az külön nehézség és külön kérdés. De hát remélem, hogy azért pár éven belül ennek az őrületnek vége lesz, és tényleg ezeket szabadon lehet szaporítani. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Annyit tennék még az előző témához hozzá, hogy... A Guszti, mert mi Gusztinak hívjuk a Kőjány Ágostunk, minden vasárnap kint van a biopiacon, és lehet hozzá jönni, lehet tőle kérdezni szakmai kérdéseket. Nagyon régóta foglalkozik gyümölcstermesztéssel, sőt, lehet néha, van nála Félegyházán nyitott napot is meg lehet őt látogatni, és azt tapasztaltuk, hogy olyan nagy szeretettel gondozza a gyümölcsfáit, hogy lehet, hogy ezek a fák már azért teremnek. És természetesen ő is biotermesztő, és nála is van többféle alma.
de a biotermesztésben is találunk olyan almafajtákat, amik úgymond világfajták, vagy esetleg árufajták, és meg lehet a biotermesztésben is termeszteni őket, annélkül, hogy tele lenne méreganyaggal az egész. A biokert, amit létrehoztunk, arról pedig ez úgy jött létre, hogy alapvetően a biopiac az egyfajta lehetőség arra, hogy valaki jó minőségű, ehető élelmiszerhez jusson, de nem mindenki szeret piacra járni, illetve van, aki nem csak a piacon szeretne vásárolni, vagy információkat szerezni, hanem szeretne saját maga első kézből információhoz jutni. És az ő számukra hoztuk létre ezt a csoportot az alapítványban, az Asaram alapítványban. Ez egy olyan csoport, ahol a tagok finanszírozzák a termelést, fölajánlottak nekünk több területet, hogy gondozzuk biomódon, tehát lehetőleg környezetbarát módon műveljük meg a területeket. Ezek közt van szántóföld, van belterületi kert, van homok, van kötött talaj, úgyhogy nagyon sokat tudunk mi magunk is tanulni, meg a kerteknek a gazdái is. Van, aki nem foglalkozik kertészettel, van, aki mezőgazdász, de nem, kell ezt elképzelni, nem ismeri tulajdonképpen, hogy hány tagotok van? Hát most vagyunk körülbelül 15-en, ennek a fele az olyan, aki a közvetlen vagy az alapítványa, vagy magukkal a földterületekkel vannak kapcsolatban, a többiek pedig azok, akik hozzánk kapcsolódtak azért, hogy ők ebben részt vehessenek. Most ennek van egy átfogó neve, amit úgy hívnak, hogy közösség által támogatott mezőgazdaság. Ez egy rövid ellátású láncnak szoktuk nevezni, ahol nem arról szól a dolog, hogy van egy termelő, aki megtermeli a zöldséget, és utána ezt piacra viszi, vagy felvásárolják a nagy felvásárlók, és bekerül az áruházakba, hanem közvetlenül maga a tulajdonos termeli meg a saját zöldségét, de mivel egyenként ez nagyon nehezen menne, ezért mi ezt a csoportot hoztuk létre, és a tagjaink ezért fizetnek valamennyi összeget, családtól, mennyiségtől, szükséglettől függően, illetve a saját anyagi lehetőségeiktől függően is, mert mivel még nem vagyunk egy túl nagy csoport, ezért nagyon rá vagyunk szorulva, vagy inkább azt mondanám, nagyon hálásan veszük azt, hogy vannak olyan tagjaink, akik többet tudnak vállalni anyagilag is a csoport működtetéséből. Ez még az első éve a csoportunknak, és hangsúlyozom, mi nem mezőgazdasági vállalkozásból indultunk el, hanem egy egészen másik részéről, tehát a filozófiai, illetve az eszmei útról térünk át a materialista vagy a kétkezi útra, és ezért túl sok saját tapasztalatunk nincsen magában a kertészkedésben, de vannak olyan tagjaink, akik már ebben is tapasztaltabbak. És a csoportunk úgy működik, hogy a tagok fizetik ezeket a tagdíjakat, ebből mi megvesszük a gépeket, illetve kapunk kölcsönbe is gépeket, és megvesszük a vető, szaporítóanyagokat, és aztán megpróbáljuk saját magunk megművelni ezeket a földeket. Ha nem sikerül, akkor megkeresünk olyan embereket, iskolai önkénteseket, vagy olyan embereket, akik egyébként is önkéntes munkát szívesen vállalnak, akik besegítenek ebben a csoportban. Számukra lehetőség az, hogy egy csoport fejlődésében részt vehessenek, illetve olyan tapasztalatokat tudnak szerezni, hogy hogyan kell például kertészkedni. Mert tisztelet a kivételnek, nem mindenki tudja, főleg a fiatalabbak közül, hogy mennyi munkába telik egy kiló almának, vagy egy kiló krumplinak a megtermelése, és tapasztalat az, hogy igazából mikor elmegyünk a boltba, akkor megkérdezzük, hogy miért kerül ilyen sokba valami. És holott nem vagyunk vele tisztában, hogy tényleg az, aki ezt megcsinálta, aki ezt lehetővé tette, hogy mi azt megegyük. Ő neki mennyi munkája van ebbe benne. És mi ezt a csoporttal, ezzel a csoporttal ezt szeretnénk elérni, hogy azok, akik ebbe szeretnének belenézni, azok láthassák ezt. Szívesen látunk bármikor, egyes alkalmakkal is csak
látogatókat. Most alakítjuk ki azt a részét ennek a csoportnak, hogy hogyan tudunk majd fogadni úgy külön csoportokat, hogy csak látogatóként, de a legjobb igazából az, amikor valaki részt tud benne venni, és saját maga, saját két kezével meg tudja tapasztalni. Akkor ez nyitott, működik. Ez a csoport? Igen, igen, a csoport nyitott, tehát önkéntesként is lehet hozzá csatlakozni. És tagként is lehet hozzá csatlakozni. És aki csatlakozik, az kap egy közösséget is. Kap egy közösséget. Kap egy lehetőséget, hogy elsajátítsa a kertművelésnek a pontéjait. És zöldségeket, nagyon egészséges zöldségeket. Zöldségeket is kap. Kap még pluszba. Milyen hozzá. Zöldségeket? Mit termeltek az idén? Hát burgonyát is termelünk nagy mennyiségben, de kukoricát, tehát nem takarmány kukoricát, hanem étkezési igen. kukoricát is, ez a csemege kukoricát is, babot, borsót, sárgarépát, paradicsomot, paprikot, káposztaféléket, tehát gyakorlatilag padlizsát, minden. Szépen sorakoznak a palánták már a fóliasátorba, és jövő héten már ültetjük ki a paradicsom, paprika, meg a gyümölcsfákról is beszélgettünk. Ti tervezitek esetleg gyümölcsfák bevonását ebbe a kertbe? Hosszú távon szeretnénk majd gyümölcsfákat is ültetni, de hát egy gyümölcsfának 5-6 év, mire termőre fordul, és pillanatnyilag csak olyan kertjeink vannak, amiket nem tudunk, hogy 5-6 év múlva még mi fogunk-e művelni. Most van egy olyan kertünk, egy homokos területen, ami először úgy gondoltuk, hogy majd ilyen bokros gyümölcsöket fogunk rajta ültetni, mert az gyorsan meghozza a hasznát. Tehát gyakorlatilag az idén elültetem a vesszőket, vagy a bokrokat, és akkor jövőre már van rajta gyümölcs, egres, ribizli, meg ilyenek. De aztán még az idén nem lett belőle gyümölcsös, viszont nagyon jó, kiderült, hogy nagyon jó megfelel ez a homokos terület arra, hogy hosszú kilométeres répákat tudjunk biomódszerre termelni. Úgyhogy most répa van benne. Hol vannak ezek a kertek? Tehát, hogyha itt valaki azt mondja, hogy neki kedve lenne akár meglátogatni, vagy akár bekapcsolódni a munkába, tehát hol talál meg benneteket? Hát nagyon szívesen fogadjuk akár majd a későbbi kerteinkben, amik nem Dorozsma környékén vannak, de most pillanatnyilag a legtöbb kertünk Dorozsma környékén van, illetve van egy Mihály Telken is egy kötött talajú kert. Ennek az a lényege, hogy az egyik homok a másik kötött talaj, hogy ugyanazt a növényt ki tudjuk próbálni kötött talajon, homoktalajon, illetve hogyha valakinek kötött talaj vagy homoktalaja van, akkor tudunk neki tanácsot adni, hogy biotermesztés alapján melyik talajon körülbelül milyen problémákra vagy feladatokra kell figyelni, hogy miket kell megoldani. És ki lehet, és ott láthatja, hogy mi, amit kipróbálunk, az nálunk hogy működik, de vannak olyan dolgok is, amik univerzálisak. Tehát mindegy, hogy milyen talaj, mindegy, hogy milyen kultúra, gyakorlatilag növényvédelemben nem minden fajta függő. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy megtiszteltetek bennünket. És a jelenlévőket pedig biztatnám, hogy kérdezzen akár Dénestől, akár Attilától. Dénest kint el lehet csípni majd a folyosón, igaz? És bárkinek áll rendelkezésére. Illetve Attila a biopiac standjánál elérhető. Valamint Attila a Facebookon is megtalálható, a Saron Biokert, ugye az a Facebook oldal? Igen, a Facebookon van egy csoport, és hát a csoportnak van a Facebookon egy ilyen csoport oldala, ez az a Saron Biokert oldal, ahová bárki kérheti a felvételét. Automatikusan nem lehet fellépni, mert azért valamennyi kis védelmet szeretünk a csoport tagjaink számára, de aki kéri a felvételét, ezt felszoktuk.